Széki Attila Körtis távozása a zenekarból például téged hogyan érint? Természetesen hiányzik. Én egy nagyon jó embernek ismertem meg az Atit, elképesztően nagy szíve van. És én csak annyit tudtam neki érni, hogy remélem, hogy megtalálja a magához való utat, amit szerintem sokan keresünk, én is nap mint nap ezzel szembesülök, csak más módon. Egyébként erről még soha sehol nem beszéltem. De nyilván nagyon sok ember előtt dolgozom, és láthatóak bizonyos alakulások. Beszéljünk már magyarul, mert én úgy értem. Te úgy érzed, hogy ma túlsúly van rajtad, és ez frusztrál? Abszolút. Abszolút valamit építek magam köré, ami nem tudom még a választ erre, hogy az miért történik, viszont próbálok tenni ellene, próbálok azért tenni, hogy ez ne jelentsen napi szinten nekem plusz szorongás, frusztráció. Három igazság mai vendége, Nika, üdvözlünk szeretettel. Hello. Veres Mónika, Nika. Veres Mónika, Nika, official. Ismertebb nevén Nika. Itt ez a három boríték, ebben vannak a kérdéseink, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben tegyük ezeket fel. Így van, és minden boríték igazság megválaszolására 7 percen. De most nevetek, hogy rám nézem, az official örögök még mindig. Laci, azt biztatjuk, és ott van a te borítékod is, igen. Official, itt van a te igazságod, de ez majd csak a végén jön. Melyik szín? Piros. Ó, az a tiéd. Az én pirosom? Nagyobb is remélem. Laci pirosa. Mi az igazság? Melyik könnyebb? A gyermekek vagy a felnőttek világa? Óra indul. Hát jó, mérjük az időt, na. Jó, igyekszem beleférni. Én azt gondolom, hogy a gyermek lét az, ami... Még akkor is, hogyha az ember színpadon tölti a gyerek éveit? Ez volt a legjobb. Igen? Legjobb út. Én azt gondolom, hogy alapvetően próbálom az életemet úgy élni, hogy semmi, tehát minden döntésemért vállaljam a felelősséget. De hány éves voltál, amikor elkezdődött? Igazán? Amikor, azt hiszem, hogy 13-at már betöltöttem, amikor az első nagy lemez megjelent. Tínédzserkori lemez, de egyébként 12, amikor elkezdtünk dolgozni a dalokon. Hát az még azért aktívan a gyerek játszik. De nekem az volt a játszótér. Igen? Én azt hiszem, hogy a legszabadabb létem az akkor van, amikor énekelek. Tehát, hogy akkor vagyok a legmagabiztosabb, akkor kommunikálok a legtisztábban, a legérthetőbben, a leghatározottabban, és ezt nyilván nem tudatosan, de hogy gyerekként is ezt értem. De ez valószínűleg innen, ide tehető vissza, nem? Tehát azért a 12 éves lányok, azok még gyerekek, de már nem gyerekek, talán már egy kicsit tinédzserek is, nem? Szerintem annak idején a gyerekebb kategóriába tartoztak. Abszolút, igen, de azért egy 12 éves lány már azért nyitottabb a világra, nem? Tehát, hogy azért ott már... Nem tudom, szerintem nálam ez inkább olyan 14 körül indult el, mert én nagyon-nagyon bírtam azt, hogy ugye annak idején, hát nem én voltam az értelmi szerző, de hogy volt egy kendőm, meg egy sapim, ami picit így a Nikás korszaknak a védjegye volt, vagy hát az én védjegyem, és én baromira bírtam azt, hogy ilyen nagyon lazán öltöztettek. Cool voltál a suliba? Tehát azt bírták, hogy... Nem tudom, az első voltam, akit télen a hógolyóval megdobáltam. Nika! Hát akkor sem. Mindenki megőrült. Nem, én azt gondolom, hogy nem tudom. Érdekes tapasztalás volt nekem az iskolai közegben, a gimnáziumi évek azok nekem mindig, hogyha egész őszinte akarok lenni, akkor azok egy picit nehezebb évek voltak, és talán azért, mert úgy kerültem az akkori osztályomba, hogy azt tudták, hogy jön egy kislány, akit lehet, hogy látnak majd az újságokban, lehet, hogy egy-két tévéműsorban, és ezáltal szerintem egy picit mindig máshogy néztek rám, akár mennyire voltam benne. Te minden akkor már híres voltál köztük? Tehát akkor indult talán az iskola kezdés előtti tavasz, nyár. Tehát de engem az érdekel, hogy is erre az a 14-18 közötti korosztály, ez hogyan reagált? Negatívan, pozitívan, ki negatívan, ki pozitívan, te ezt hogy élted meg? Többnyire pozitívan egyébként, nyilván azért érkezett egy-két olyan rajongói levél, de egy kicsinek meg kellett azt tapasztalni, hogy nem fog az ember mindenkinek szimpatikus. Énekeltetek az iskolában mik a számokat együtt? Dehogy? Nem. Nem. Viszont azért mai napig azért egy nagyon
Hát az én lelkemet simogatja, amikor így emlékeznek erre az időszakra. És azt mondja, hogy igen, a papa ne félts, mert nem tudom, a suli diszkóban erre. Abszolút. Bulisztem. Jó, hogy persze. Nem, de hát azért az ott akkor nagyot volt. Én egyébként nagyon ügyeltem mindig arra, hogy a gyereklét, vagy az, hogy a magánéletem az ugyanolyan, mint bárki másnak. Tehát, hogy a színpadi dolgokat nem hozzuk be a suliba. Tehát nyilván, ha valaki kérdezett bármit erről az egész világról, akkor szívesen beszélgettem vele. De te egyébként rendesen formálisan hétköznapi módon jártál közben iskolába, tehát nem magántanulva. De voltam egy darabig, na most az nem nekem való. Nem, miért nem? Hát így, osztályzó vizsgáid lesznek, tehát hogy én abszolút nem az a típus voltam, aki folyamatosan készül, és akkor nem egyszerre zúdul rá az anyag, de egyszerre zúdult. Úgyhogy azért az... És akkor utána váltottál vissza a normál rendrámat egyszerre? Én azt hiszem, hogy azért vagyok mindig ilyen bizonytalan a régi dolgokkal kapcsolatban, egyébként ez is tök érdekes, hogy nem csak azért mindig azt mondom, hogy ilyen aranyhal memóriám van, de sokszor arra nem emlékszem, ami tegnap vagy tegnap előtt történt. Egyébként édesanyám ebben egy nagyon nagy támaszom többek között, hogy ő tök jól emlékszik minden pici részletre. Nagyjából egyébként, amikor én elkezdtem ezt a tinédzserkori zenélést, éreklést, az olyan 5, majdnem 16 éves koromig ment intenzíven. Utána jött azért egy nagyobb szünet, és akkor ugyanúgy normálisan végeztem el a gimnáziumi éveket, mint az összes. Hogy kell ezt látni a 15-16 éves korodig, hogy a szüleid segítettek, menedzseltek, koncertre vittek? Vigyáztak rá. Hát hagyták, hogy a kicsi lány az mosolyogjon és csinálja azt. De aztán észak gyerekként kezeltek téged, vagy felnőttként? Gyerekként, szerintem abszolút gyerekként. Ez egy érdekes a folyamat, hogy utólag visszagondolva, én azt hiszem, hogy nagyon jót tett az én kis személyes fejlődésemnek az, hogy volt pár év, ami mondjuk azt, hogy picit csöndben telt. Ez sem teljesen igaz, mert mindig énekeltem, meg ha más nem, akkor fejlesztettem magam így ezen a téren, de hogy azért volt pár év, ami így nem a közönség előtt zajlott, és szerintem az nekem nagyon jót tett. Hiszen azért 12 évesen bekerültem a felnőttek világába, ráadásul az előadó művészeti életbe, ami azért nagyon szabad, nagyon hangos a legtöbbször. És hát sikeres is voltál. Én azt gondolom, hogy igen. Igen. Igen, sokan szerették. Tudod, mi az érdekes, hogy hallgatlak, figyellek, tulajdonképpen neked több periódusod is van, ahogy én ezt kívülről látom. Mert egyszer híres lettél gyerekként, aztán jött ez a bizonyos általad csöndesebbnek fogalmazott periódus. Ekkor is énekeltél, de nem te voltál az, akin a spotlight, a fénycsóva volt masszívan. És aztán elteltek évek, és ma megint híres vagy, Nikaként. Tehát a felnőttkori hírességed, és valójában a kérdésem is erre vonatkozik, az már egy hírességi tapasztalatból táplálkozhat, mert hisz te ezt már megélted, hogy a fénycsóva rajtad van. És valójában a kérdésre te azt mondtad, hogy a gyerekkori könnyebb volt. Miért? Milyen a felnőttkori? Azért akármennyire azt mondom, hogy a színpad az a hely, ami nekem a biztonságot jelenti, és a magabiztosságot is, nőként is, ami lehet, hogy a mindennapi életben nekem egy picit nehezebb. Így saját magamat megélni, vagy saját magammal élni igazán jól. Hú, erről nagyon hosszú lehet még beszélni. Szerintem meg fogunk. De azt hiszem, hogy gyerekként nem foglalkoztam azzal, hogy nyilván feladat a sok-sok pozitív visszajelzést is jól megélni, vagy jó helyre eltenni. Hát a negatívokat meg még nagyobb feladat. Én azt hiszem, egyáltalán nem baj, hogy ezt gyerekként megtapasztaltam. Hogy ebben sérült el az én lelkem, vagy nem, tehát hogy nem gondolom, hogy egy torzult énképű, vagy torzult lelkű felnőtté értem volna emiatt, hogy mondjuk így
a fényben éltem a gyerekkoromat, vagy a szakmám már nagyon korán kiderült, hogy mifelé néz. Mitől nehezebb a fent? Ez sokkal több a félelem, sokkal több a megfelelni, akarás, vágyás, és akkor ezt itt sokszor el tudjuk mondani, hogy ezt elengedi az ember, azért nem annyira, vagy legalábbis én nekem ez nehezen ment sokáig, és lehet, hogy még mindig küzdöm egy picit ezzel. Te ma, hogyha az énekesi pályádat, a művészi életedet nézzük, te ma Majkával egy együttesbe állsz a fénycsómában, és hát azt gondolom, hogy ma Magyarországon ez a formáció sok szempontból az első számú, tehát ott vagy, gondolom, ahova szerettél volna kerülni. Azt gondolná az ember, hogy ja, hát neked bejött az élet, Nikából Nika lett, de valami miatt mégis azt mondod, hogy ez a felnőtt lét, ez rögösebb. Igen, mert közben sok mindent tapasztaltam saját magamról, magammal kapcsolatban, és valahogy mindig nagyon-nagyon jókor jöttek azok a fordulatok, mint például a Peti telefonja. Amikor gyakorlatilag a Covid kellős közepén ott ültünk, fogalmam nem volt, hogy valaha lesz-e munkám, szükség lesz-e ránk, mi lesz azzal, amit én itt kinyilatkoztattam, vagy amiben igazán hiszek a zeneiségem a hangomon keresztül, hogy mi fog történni egyáltalán velem, mi fog történni a világban. És akkor csörgött a telefon, és akkor a Majoros Peti megkérdezte, hogy lenne kedvem egy ilyen közös együttállása. Először egy dal, aztán hirtelen már az lett belőle, hogy akkor nézzük meg, hogy tudunk együtt dolgozni. És jól tudtok egyébként? Igen, és egyre jobban össze kell szokni. Ezt össze kell érni. Nyilván van egy érési, összeszokási idő, ami szerintem olyan szépen alakul és változik. Nagyon sok színpadon énekeltél már, de hogy most látom, hogy a Majkáékkal, Petiékkel mekkora színpadokon és mekkora közönségek előtt énekeltek, hogy azért azt gondolom, hogy neked ez is egyfajta új élmény, vagy egy új érzés, nem? Tehát a fesztiválok, meg a Majkáék, most már a ti hát közös közönségeknek. Kb. Minden nap, kb. Mindenhol telt ház, őrület. Meg elképesztő energetikai feladat. Erőlétbeli feladat, hogy azért ezt bírni tudjam. Én ettől tartottam. Igen. Meg egyébként őszinte leszek, és egy kicsit attól is tartottam, nem attól, hogy zeneileg megállom el helyem, vagy hogy működünk együtt, hanem az ő közönségük mit szól majd. Hogy ők elfogadnak? És elfogadtam. Nem hát nagyon, persze. Hát úgy tűnik. Nagyon kiabálnak ők is. Te énekelsz, ők kiabálnak, és látszik a mosoly az arcukon, tehát ha... Egyébként tényleg elképesztő ez, hogy bárhova eljutunk az országban. Nekem egyébként tök megható nézni a Petit, hogy egyrészt, hogy honnan, hova, és ahogyan üvöltik a dalokat, bár nekem nincsen szerzői szempontból közöm hozzá, én csak a magam lelkét és energiáit próbálom jól mozgósítani, de azért mégis megható az, hogy mennyire szeretik. Hát nagyon. Na, már rég lejárt az idő, de tök mindegy. Háromszoros. Igen, nem baj. Melyikkel folytassuk? Zöld. Az meg az enyém. És az én kérdésem így szól, hogy mi az igazság, milyen szerepet játszik az életedben a szerelem? Ahóra indul. Na mi ez a kaszaj? Én nagyon hamar szerelmes tudok lenni, vagy legalábbis azt gondolom, hogy az vagyok, tehát ez így a hosszú életem. Könnyen szerelmesedő típus. Nagyon, nagyon. Tehát erre mondják a muskát liba is. nem tudom, hogy ez miért van, de hát én most már jó ideje egyedül vagyok. Úgyhogy, és nagyon ebből a jó ideje egyedül levésből elég sok idő volt az, amikor egyáltalán nem is gondoltam arra, hogy esetleg egy társ mellettem legyen. Most azért... Mit jelent, ha kérdezhetem, a jó idő? Mert ez lehet egy hónap, egy év, tíz év. Hát több mint négy. Több mint négy éve egyedül létezel. Ahogy érzem a beszélgetésből, hogy te nem egy tipikusan
egyedül lévő alkat vagy. Tehát szerintem ez a vitalitás, vagy ez az energia, ami benned van, ez inkább egy ilyen társas állapotot, egy családi állapotot vágy. Tévedek? Nem, egyáltalán nem tévedsz. Igazából ez számomra is fura, mert hogy nem vagyok kapcsolatfüggő, de hogy azért mindig úgy alakult az életem során, hogy majdnem, hogy egyikből a másikba a kis túlzással alakultak a kapcsolataim, amiből nem volt túl sok, de tartalmasak mindenképpen. Hát most valamiért így hozta az életet. De amikor a Covid is bejött, azért ezt ne felejtsük el, hogy itt volt egy súlyos bezártság. Abszolút, nekem volt egy nagyon komoly, tehát az utolsó kapcsolatom, ahol én mennyasszony is voltam, és aztán hát időben még, de úgy kellett dönteni, hogy nem de te fenntartó. Döntöttél úgy? Az lenne a diplomatikus válasz, hogy közös megegyezéssel, de miután, hát de miután konfliktus kerülő ember vagyok, elképesztően. Igazából már jó párszor leültünk egymással, és próbáltuk megbeszélni, hogy akkor merre az arra, de hogy mégis együtt tervezünk, de aztán amikor eljutottunk oda, hogy tehát igazából az ex-párom volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor most már tényleg meg kell ülni komolyan és átbeszélni. Én nekem ezek nagyon nehezen jönnek. Ő volt a bátrabb? Mind a ketten éreztük azt, hogy ez így hosszú távon nem fog működni, és hogy muszáj megadnunk az esélyt a másiknak arra, hogy boldog legyen valaki más oldalán, ha úgy hozza az élet, de hogyha így kérdezed, akkor lehet, hogy ő volt a bátrabb. És végül is örülsz neki, hogy mielőtt még a házasságra került volna a sor, azelőtt meghoztátok ezt Abszett. A döntést, és nem esetleg később, mert azért sokan beleesnek ebbe a hibába, nem? Hogy mégis viszik előrébb és tovább az ügyeket, mégis hozzámennek, vagy összeházasodnak a másikkal, akár szülnek is még egy gyereket, és aztán robban a bomba. Igen, ezért gondolom azt, hogy nálunk időben történt meg az elválás, és nem nézek vissza. Így kellett volna, úgy kellett volna. Tehát, hogy kellett, hogy tanuljunk egymástól. Hogy élted meg a Covid bezártságát egyedül? Rosszul. Mai napig viselem a nyomait. A lelkemen, vagy a mindennapjaimon. Igen. De hála jó Istennek, hogy a családom, akire minden körülmények között számíthatok, és van egy nagyon-nagyon jó barátnőm, aki nagyon vicces, mert ha találkozik olyan, hát a társaságomból olyan emberrel, akivel még élőben nem, őt is Móninak hívják egyébként, az Isten neve Moncsesz, és akkor megszoktak, hogy Moncsesz, tudom, tehát hogy egy csomó fotónk van együtt, meg nagyon sok mindent csinálunk együtt. Hát ő olyan, mintha a tesóm lenne. Tehát, hogy a családomnak és mondjuk azt, hogy a barátaimnak és leginkább a Móni barátnőmnek köszönhetem azt, hogy nem gágyultam bele szerintem. De mondtad, hogy viseled még a nyomait. Mik azok? Vannak külső nyomait. Ja. Meglehetősen, de az egy picit más téma. Én azt hiszem, hogy nagyon, most rengetegszer mondom azt, hogy azt hiszem. Nem baj, engem nem zavar. Nem vagyok, nem, csak elgondolkoztam ezen, hogy ez miért. Most már számolod magadba? Nem, engem zavar, de hogy egyfajta olyan bizonytalan. Hát szerintem azért, mert gondolkodsz, mert jár az agyad, és nem azonnali válaszokat adsz, mert nem a paneleket húzod elő, hanem őszintén beszélsz, én úgy érzem, és ezért mondod, hogy azt hiszem, mondod, hogy azt hiszem. Lehet, igen, és közben időt nyerek magam. Igen. Szóval abszolút a testi állapotunkban megjelenik azt, hogy a lelkünk, tehát a lelkünk kivetülése, és ez az óriási bizonytalanság az, hogy az egyetlen dolog, amiről sose gondoltam volna, hogy egyszer bizonytalan lesz az életemben, azzá vált, annak azért voltak és vannak hatásai. És az volt a legdurvább, hogy amikor újra elengedtek minket, és lehetett menni, és találkozhatunk a közönséggel, én emlékszem mai napig az első fellépések, koncertek egyikére, hogy mindig is egy izgulós típus voltam, de azt hiszem, hogy tudom ezt kordában tartani megfelelően, és egyszerűen annyira dobogott a szívem, és annyira idegen érzés volt, pedig rengetegszer álltam színpadon. Most mi történik? Tehát, hogy ez egy nagyon új érzés volt. Ez milyen furcsa, mert egyik oldalról, hogyha a karrieredet nézzük, meg a zenei pályafutásodat, köszi szépen, te ma ott vagy, ahol akartál lenni, így van? Tehát azon a színpadon állsz, amit szerettél volna, én legalábbis ezt értem. Sokszor becsukom a szemem, és egy ilyen pár másodpercre
gondolkodom, akár a színpadon is azon, hogy... Viszont... Tehát, hogy ide, nem tudom, hogy mennyire mertem ide vágyni, mert sose voltam annyira előrelátó, vagy nagyot álmodni merő, de azért ilyesmi az, ami... Tehát, ha ezt a részét nézzük az életednek, a karrierednek, a pályádnak, akkor köszi, te jól vagy. Tehát ez nagy harmónia. Igen. A másik oldalról mondod, hogy könnyen tud szerelmes lenni, valójában világéletedbe, társas kapcsolatban lét. Ehhez képest 4 éve magányos létet élsz, vagy magányos vagy. Hát vagy egyedülés legalábbis. Nem? Igen, ez finom fogalmazás, de szerintem a Covid alatt egy ember, hogy... De egyébként nagyon érdekes, amit mondtam, magányos vagy? Igen. Igen, de nem tudom, hogy... Ez most mondjuk nem túl pozitív elgondolás jövőre nézve, nem tudom, hogy... Remélem, hogy ez tud változni, mert... Olyan érdekes az a rengeteg szeretet, amit a közönség ad, ami nyilván nem azonos. Egy pár kapcsolatbeli adókapokkal, összekapcsolódással, nem is akarom összehasonlítani. És nagyon érdekes az, amit mondtál, hogy szakmailag tényleg a nonpluszultra olyan munkákat kaptam, olyan felkéréseket, olyan emberekkel tudtam együtt dolgozni, olyan zenészektől tanulni, akiktől azért kevesen, és főleg 23 éven keresztül, mert hogyha ezt kicsinek elővetítik, hogy 23 év múlva is még a mikrofonot lesz a kezemben, akkor nem biztos, hogy elhiszem. És valószínűleg azért, mert édesanyám nagyon földönjárónak nevelt, és lehet, hogy így a nagy álmoknak ezért nem adok helyet úgy igazán, és közben meg teljesülnek, és közben meg hozza az élet. Szerencsére. Tudod, mi ez, ahogy így hallgatlak meg, továbbra is tartom magam ahhoz, amit mondtam, hogy egyik oldalról te köszi, állatrendbe vagy. Hogy ez olyan érdekes, hogy ez egy paternoster. De nem csak veled, szerintem mindannyiunkkal az élet egy paternoster. Van, amikor valami teljesen rendben van, akkor valahogy a másik oldal. Igen, és ritkán van egy szinten. És az olyan ritkán van, pedig igen, valójában csak, ez csak jó más. Lenne, hogyha valamiféle egyensúlyba tudna ez működni, olyan, és ezt mindenki kell erre törekszik, mindenki erre törekszik. Hát a baj mindig ott van, és ezért piszkálgattam a Covidot egy kicsit. Nyugodtan. Amikor ez a paternoster hirtelen megreked, és minden lent van. Uh-huh. Mm. Én azt hiszem, hogy az egészségemben egyébként erről még soha sehol nem beszéltem. De nyilván nagyon sok ember előtt dolgozom, és láthatóak bizonyos alakulások, ami, vagy én ezt gondolom, visszajelzéseket is kaptam, nem mindig finomakat, vagy nem mindig építő jellegűeket, de ezeket így bármennyire nehéz, de próbálom azért jól kezelni, hogy ki az, aki tényleg szeretettel fordul az ember felé, vagy egyszerűen csak mert megtehetem, hogy oda lökök bántó szavakat, mert van billentyűzetem vagy telefonom, amit tudok nyomogatni. Amire viszont büszke vagyok, hogy igen, van bőven feladatom magammal, és azt hiszem, hogy valamiért most kaptam ezt, és lehet, hogy addig nem is lesz a megfelelő nyitottságom igazán befogadni. Te most, bocsánat, közbe kell szólnom. Most elkezdted egy ostorral ütni magad. Erre szokták manapság azt mondani, egyébként valahol egyet is értek vele, nem könnyű, de egyet értek vele, hogy tudjuk elfogadni azt az állapotot, amiben létezünk. Beszéljünk már magyarul, mert én úgy értem. Te úgy érzed, hogy ma túlsúly van rajtad, és ez frusztrál. Abszolút. Abszolút. Ez, nagyjából ez az egésznek. Igen. Én azt gondolom, már oly sokszor mondom el, de hát ez valószínűleg az életkoromnak köszönhető, hogy itt össze vagyok keveredve, és a fiatal emberekkel életemben először találkozom, hogy mi életünkben először találkoztunk. Itt ül egy fiatal, valójában élettel teli, és a karrierje csúcsán lévő ifjú hölgy, aki adott pillanatban naponta sok 10 000 embert moccant meg. Mert arra, amit és ahogy te énekelsz, arra tömegek csődülnek be.
Mert olyat csináltok Majkával, az együttessel, ami az emberek érdeklődését vívta ki, sikeresek vagytok. A másik oldalon a Paternoster ez nem mindig adja ki. Hé, kérlek, kapaszkodj ebbe, aztán takarodás előre. Ennyi, mert ha megragadunk, valakinek, tehát 23 évet említettél, ami a pályafutásod. Téged nem egy kalasnyikovval kergettek a színpadra. Te 12-13 évesen is tudtad, hogy oda akarsz menni, így van? Igen, valószínűleg. Ezzel ott és akkor te, mi, mindannyian egy dolgot föladunk. Mivel nem kergettek oda, hanem én akartam ott lenni, ezért lehet véleményük az embereknek. Abszolút. Isten adta véleményük. Ja, hát van, amikor nem esik jól. Van, amikor jól esik. Ha nem esik jól, akkor mindjárt ott a lehetőségünk, hogy egyetértünk vagy nem. Ha egyetértünk, akkor próbálom tenni ellene, hogy úgy változzak, vagy azt csináljam. Ha nem értek vele egyet, akkor sajnos mi elvesztettük egymást. Igen, ennek a változásnak kell viszont saját magamban nem megszületnie, mert az megszületett, csak hogy sokszor egyedül nehéz rendbe rakni az, ami egy picit felborult, bármilyen nemű egyensúly. De a súlygyarapodásodnak a Covid időszak az oka, hogy nem mozogtál eleget és többet ettél? Nagyon sokat mozogtam, nem sose, viszonylag régóta odafigyelek egyébként így a táplálkozásra. Én azt hiszem, hogy kicsit ezt keresem még most is. Mert lehet, hogy ennek én is részesebb vagyok, hogy valamit építek magam köré, ami nem tudom még a választ erre, hogy az miért történik, viszont próbálok tenni ellene, próbálok azért tenni, hogy ez ne jelentsen napi szinten nekem plusz szorongás, frusztrációt. Jó, ne szorong. Leszorong, jön Edinka kérdése. Igen, és milyen érdekes, mert erről pont ezt mondtuk, hogy erről még fogunk beszélni, mert én látlak valamilyennek, de mondjam, mondom, mit. Mi az igazság? Mit jelent neked az önbizalom? És pont azért, mert pont tegnap erről beszéltünk, és amit a Laci mondott, hogy ti most találkoztok először, ez igaz, mert mi nekünk valójában ugyanaz a véleményünk a Tominak erről, amit te az előbb elmondtál. Amit most látunk, az egy teljesen más típusú Nika, mint akit a színpadon látunk, aki egy embertelen istennő, és egyébként végtelenül szexis, olyan gyönyörű vagy a színpadon, hogy az valami is, hihetetlen. Azért a színpadon is, de igen, nyilván, de hogy amit te nem feltétlenül mindig látsz magadról, elképesztő. Tehát nem tudom levenni a szemem rólad, amikor a színpadon vagy. Hát nyilván azért is, mert úgy énekelsz, és olyat hallunk, de hogy amúgy is olyan gyönyörű vagy. És hogy mit jelent neked az önbizalom? Hát ezzel is van dolgom, és megint csak azt tudom mondani, hogy ahol sosem volt kérdés, az a munkám. Vagy tehát, hogy ahogy énekelek, ahogy a zenésztársaimmal létezem. Egyszerűen nincs, kimegyek a színpadra, és nincs kérdőjel, hogy az a komfortzóna. Igen. És ez is igaz, amit mondasz, hogy ha lejövök a színpadról, akkor az egy sokkal visszafogottabb. Várjál, ha lejössz a színpadról, és ott állok a backstage-en az Edinkával, meg a Tomival, akkor megkérdezed, hogy milyen volt, vagy tudod, hogy milyen volt? Nem szoktam megkérdezni. Aki szeretné, az mondja magától. Várjál, ez azt jelenti, hogy te pontosan tudod, igen, hogy lejöttél a színpadról, hogy az ott volt, vagy ez ma nem jött össze, igen, mert ugye ilyen is van. Abszolút. Én ezt hívom az Edinka kérdésére visszautalva, én ezt hívom nagyfokú tapasztalatból, gyakorlatból táplálkozó szakmai önbizalomnak. Ami azt gondolom, hogy a komoly művészek, a komoly profik esetében van. Az még erre a szintre nem jutott el, aki lelép a színpadról bármilyen is, és megkérdezi, hogy milyen volt. Milyen volt? Hát te pontosan tudod, hogy milyen. Hát meg erre igazából mit vár az ember, vagy nem tudom. Tehát, de egy fura kérdés, tehát hogy sosem tettem föl. Oké, mert tudod a választ belül.
És amikor nem a színpadon vagy, és ahogy elkezdted mondani, egy visszafogott csaj vagy a színpadon kívül, akkor szoktál kérdéseket föltenni egyébként másoknak magaddal kapcsolatban, akár barátoknak, stb. Miben nem a hiba? Miért nem jönnek össze úgy a dolgok? Most magánéletre gondolok természetesen. Tehát, hogy... Egyáltalán van-e bennem hiba? Ugye, ez egy fontos megközelítés. Hát elkeseredni nagyon, nagyon el tudtam, főleg a bezárt időszak alatt. Tehát, hogy azért... Hogy kell? Én egy nagyon vidám ember vagyok, nagyon szeretek nevetni. Hogy kell lássalak és... téged a bezárt időszak alatt? Milyen volt egy napod, egy heted? Elkezdtem egyébként jógázni, amit sose próbáltam azelőtt, és ez nagyon-nagyon jót tett. Ilyen kis YouTube videó segítségével, nem feltétlen minden nap, de elkezdtem meditálni, amit szintén nem csináltam sosem is. Azért ezt mai napig így a mindennapjaimba beleépítettem. De azért nagyon-nagyon sok olyan napom volt, ami... Nem azt mondom, hogy ilyen kétségbeesős, de hogy hát, hogy kiengedtem. Tehát, hogy azért sok sírós nap volt, pedig én nagyon-nagyon szeretek nevetni, és nagyon szeretek nevettetni, és nagyon szeretek adni magamból olyan energiákat, vagy olyan emberi élményt, ami mondjuk így jól esődik. Egzisztenciális frász volt rajta? Olyan is volt, igen. Egzisztenciális frász. Frász! Hát másképp nem tudjuk, tehát az emberek... Igazából azt megtapasztalni, hogy egy... sose értékeltem a színpadi létemet, vagy hogy van munkám. Nem természetes volt, sosem természetes. Tehát én akár ezt a színpadra álltam, az nekem tényleg mindig egy olyan ajándék, amit meg kell becsülni. És, nem a Covid tanítottam meg azt, csak hogy itt szembesültem vele igazán, hogy ez tényleg elveszíthető. Bármi elveszíthető egyik napról a másikra. Úgyhogy próbálom a jelent minél tartalmasabban és jobban megélni. A változások azok hogyan hatnak rád? Tehát mennyire tudod jól kezelni adott esetben, akár az életedben, akár az együttes életében, most nyilván nem kell feltétlenül arról beszélnünk, ami történt, de hogy a változásokat hogyan tudod kezelni? Az ilyen nagy változásokat, akár a Covid, akár egyébként a karrieredben, a magánéletedben, tehát hogy lépsz túl? Hát a pozitív változásokat, tehát ha mondjuk jön egy olyan munka lehetőség, vagy egy olyan koprodukció, amiben nagyon-nagyon azt jól érzem magad, el. Hogy jól váltam. Tehát, hogy azokkal nincsen gondom. Hát, ami kényelmetlen számomra, vagy így a lelkemet bántja, az persze azt nehezen viselem, azt nehezen. Nagyon érzékeny vagyok. De hát ez nem meglepő, szintén álló. Nyilván, igen. Akkor, bár nem akartam, de felteszem a kérdést, hogy Széki Attila kör tisztávozása a zenekarból például téged hogyan érintett? Vagy ez azért egy elég nagy változás, akár így a közös életetekben, emberileg is és szakmailag is? Természetesen. Én egy nagyon jó embernek ismertem meg az Attit, elképesztően nagy szíve van. És én csak annyit tudtam neki érni, hogy remélem, hogy megtalálja a magához való utat, amit szerintem sokan keresünk, én is nap, mint nap. Ezzel szembesülök, csak más módon. Én remélem, hogy ő jó lesz, és megtalálja a saját boldogságát. Természetesen hiányzik. Tehát én nekem a színpadon annyira jó volt nézni az ő hűlésüket, csinkelődésüket. Nagyon jól működnek együtt a Petivel. És... miután a saját zenekaromban frontember vagyok, több formációban énekeltem, az frontemberként. Az, hogy most egy picit több a fókusz, vagy talán inkább azt mondom, hogy nagyon-nagyon próbálok a Petire figyelni, eddig is ezt tettem, de hogy ketten hogyan dolgozunk össze, illetve a nem három felé megy most a felelősség, hát hanem kettő jelen pillanatban. És csapattagként milyen volt megélni ezt a krízist, ezt az újabb krízist, az előzőnél te még nem voltál szerintem. Nem, akkor nem. Belülről ezt milyen megélni? Hát nyilván kemény, és nyilván mindannyian sajnáltuk ezt a helyzetet. Igazából
annyira még ugye a srácokat sem ismerem igazán közelről. Tehát mi 2020-ban kezdtünk el együtt dolgozni, és akkor én nagyon-nagyon befogadó közegre lehetem szert, amiben én azt éreztem, hogy tök nagy egység van. Nyilván, ha onnan kiesik valaki, aki egy fontos szereplője ennek az egységnek, az nem egy vidám dolog. De mindannyian nagyon szurkolunk. Persze. Úgyhogy, és a természetesen magunknak is. Tehát, hogy fontos az, hogy az embernek, ha nem megy egyedül az egyensúlyt megteremteni, akkor segítséget kell kérni. De nagyon csúnyán írtam. Nem, az utóbbi pár évem legnagyobb munkája magammal való egészen közeli találkozás. Leginkább a saját félelmeimmel, hiányosságaimmal, erősségeimmel, és még mindig közeledem. Egy biztos, a saját lángottól ragyogsz a legfényesebben. A saját lángottól ragyogsz a legfényesebben? Ez volt. Igen. Én amin dolgozom, hogy a színpadi Móni vagy Nikának a tüze, ami nagyon-nagyon ösztönös, ami nagyon tiszta szerintem, az egy picit jobban tudjon a saját hétköznapjaimban megjelenni. Van ilyen, vannak ilyen napok, tehát hogy azért nem vagyok én ilyen kis nyuszika, csak az elmúlt években egy picit jobban arcba csapott az élet, hogy így magammal muszáj őszintének lenni és foglalkozni a lelkemmel és a mindenféle olyan sztorival, ami hatott a lelkemre, tehát, hogy amitől keresem a saját harmóniámat. Tehát, hogy ez az, ami mindennapi meló nekem. De hogy az ősi ösztönös tűz, annak nem szabad kihunnia. Hát ne is. Hát ne is. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. És ragyogj tovább. Igen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.